Na, üdvözlet mindenkinek, itt egy Robika 1001-es és pmrradio.hu. Egy tábla PC-t szeretnék nektek megmutatni. Itt rövid kis teszt ideig van nálam egy Pipo S1-es Smart készüléket, amiről azt kell tudni, hogy ez egy kétmagos 1,6 GHz-es gép, egy giga memóriával, 8 giga háttértárral. Íme az eszköz. Ez egy 7 incses táblagép. Ez egy 7 incses táblagép. Jobb oldalt fölül van neki a kamerája. Egy elég vékony 11 mm vastagságú gépecskéről van szó. Súlya az van rendesen, 3200 mAh-es akkumulátora van, tehát megközelítőleg 6 órán keresztül tud az ember filmet nézni rajt. Például a gépnek a jobb oldalán látható pár csatlakozó, egy micro USB csatlakozó, ugye ezen keresztül lehet frissíteni, és az OTG kábellel külső Winchestert rárakni, billentyűzet, egeret, egyebek. Itt van egy mini HDMI csatlakozó, ezzel ugye TV-re, monitorra lehet kötni, hang és videó. Itt van egy mikrofon rés, és itt van még egy darab tápcsatlakozónk, tehát tudjuk tölteni az eszközt. A gépnek a tetején van egy micro USB ajzat, ugye 32 GB-os mikrofon mini SD kártyát tud elfogadni, és rosszul mondtam, mert a mikrofonnak a nyílása az pedig itt van hátul az SD kártya foglalat alatt. Itt fölül még ugye a bekapcsoló gomb és a két darab hangerő szabályzó gomb látható. Hangszórónknak a része az pedig itt van, itt pedig a széria szám és a készüléknek a típusa, egy legömbölyített műanyag házban van, teljesen kényelmes, jó fogással. A kijelzőnek a felbontása az 800x480-as és 4.1.1-es Android van rajta, tehát egy elég új Android fut a gépen. Mit kaptunk a készülékhez? Kaptunk hozzá egy micro USB-s OTG kábelt, ugye ezt dugjuk a gép oldalába, ebbe pedig mehet az egész billentyűzet, külső Winchester. Kaptunk hozzá egy USB-s töltőkábelt, bármilyen USB-s hajzatba, számítógépbe vagy fali adapterbe tölthető, és pedig egy normál micro USB kábel, ezzel pedig tudjuk frissíteni a gépnek a szoftverét. Hát az operációs rendszere az elég új, Android 4.1.4, mint mondtam. Megpróbálok egy picit sötétebbet csinálni, hogy jobban látszódjon a kijelzője. Így talán jobban fog látszódni a kijelzője. Na, talán még rá is tudunk pozícionálni. Vagy nem. Oké. Okay. Tehát 4.1.1-es Android, magyar nyelvű. Ugye látjuk a Wi-Fi-t, akkumulátor töltöttség és egy állapot sáv, éppen mi az, ami futott utoljára, vagy milyen értesítéseink vannak. Nézzünk meg egy komplett beállítást, egy alapinformációt, hogy mi is van a gépben, mert ugye használni mindenki tudja, Androidot már általában mindenki látott, de viszont a gépnek az alap tulajdonságait azt megnézzük az Elixirrel. Azt mondja, akkumulátor, belső tároló, ugye itt van 1 giga szabad helyünk, 1 giga szabad helyünk van a programok telepítésére, amúgy egy 8 GB-os háttértárunk van, van 5,4 GB szabad helyünk pluszban mindenféle adat másolására. Processzor terheltség az folyamatosan változik.
Itt látjuk, hogy ARM 7-es processzor van benne, 252 MHz-től 1,6 GHz-ig tud működni. Aktuális frekvenciája az jelen pillanatban 1 GHz, és itt mindenféle más adatot még megad, ugye processzorok, elérhető processzorok száma 2, két virtuális gép és egyebek futnak. Azt mondja, hogy memória, ez a rendszer memória, további információnk. Azt mondja, hogy a szabad memóriánk az azt mondja, hogy 788 szabad memória, a rendszerben található szabad memória az 561 megabájt, 788 kilobájt a teljes szabad memóriánk. Igazából itt 1 gigabájtból gazdálkodik és garázdálkodik a gép, úgyhogy van benne rendesen memória. A kijelzőnk az 800x432-es, 138 dpi-vel. Mi az, ami még fontos? Itt mindenféle egyéb érzékelő megvan. Ugye itt látszik, hogy milyen oprendszer és szoft van a gépen. Szenzorok, nézzük a szenzorokat sorban. Azt mondja, hogy van egy forgatásszenzorunk, ami üzemel, van fényérzékelőnk, van giroszkópunk, van gravitációs szenzorunk, van gyorsulásmérőnk, van közelségérzékelőnk, van liáns gyorsulásmérőnk, van mágneses mezőértékünk, van tájolónk. Ezek az érzékelők vannak benne, GPS nincs a készülékben, de szerintem teljes mértékben felesleges is. Tehát nagyjából elmondtam, egy két magos, nagyon erős hardware-rel rendelkező gép, igaz, hogy nem nagyon nagy felbontású kijelzővel, de pont elég ahhoz a munkához, amire esetlegesen kell. A kijelző fényereit azt elég rendesen vissza lehet venni, tehát még pont annyira jó, hogy este az ember szemét nem bántja az esti TV nézésre vagy film nézésre. A Wi-Fi az BGN-es, úgyhogy a nagysebességű internetet is ki tudjuk vele használni. Alapjaiban véve ennyit tudnék elmondani a készülékről. Nézzük meg a böngészőt, hogy mennyire gyorsan jön be amit szeretnénk. Most itt nézzük meg mondjuk az időképet. Az időkép. Már be is jött az időkép, és nézzünk rá valamire, mondjuk nézzük meg a radarképet. Radarkép, és ott a radarképünk, ugye itt látszik az animált radarkép. Az egyéb videók azok jelen pillanatban nem töltődnek be. Nézzünk meg valami másikat, nézzük meg mondjuk a kamerákat. Nézzünk meg valami Balaton közeli kamerát. Valami Balaton közeli kamerát nézzünk meg. Azt mondja, hogy... közeli kamera. Most én aztán nagyon eltájoltam magamat. Jaj, de jó. Na, itt a Balaton. De jó lenne, ha még a tengerünk is meg lenne, igaz-e? Azt mondja, hogy nézzük meg mondjuk ezt a kamerát. Balatonfenyvesi kamera itt van, ugye elég jó kis pára van miférénk, úgyhogy itt a Badacsonyi hegy és a Szentgyörgy hegy Szigliget az nem látszik. Itt viszont nekünk több ablakunk is lehet, úgyhogy nézzük meg az indexet, hogy ugrik be. Az indexet már tölti is,
és már be is töltődött az index.hu. Ez a normál nézet, tehát nem a mobil nézet. Nem a mobil nézet. Nézzünk egy videót, mert biztos, hogy van itt videó a tarsolyban. Nézzünk egy böngészőn belüli videót. Gyönyörű szépen megy a böngészőn belüli videónézés. De ugyanúgy vissza tudunk kicsinyíteni, ugye 5 pontos érintő kijelzőnk van. Mi az, amit még meg lehetne nézni? YouTube. YouTube már töltődik is. Itt a YouTube. Nézzünk valami HD jellegű videót. Azt mondja, hogy HD. Ez egy teljes HD videó. Egy picit beletekertünk, és mindjárt kirakjuk teljes képernyőre. És átraktuk 720p-be. De nézzünk valami jobbat, gyorsabbat.